Felszállott a páva ezúttal itt az Apácai kar dísztermében. Ezzel a dallal köszöntötték ugyanis a főiskolások az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóját, na és persze az ünnepség szónokát, a legendás egyetemi tanárt, Posgai Imrét. Amikor mi az 56-os forradalom nemzetközi jelentőségét emlegetjük, akkor ez nem dicsekvés, hanem valóság. A korszakváltó előadó beszédében párhuzamot vont az 1848-49-es, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc között. Szerinte ugyanis mindkét alkalommal majdnem ugyanazokért a célokért zajlott a népfelkelés. Posgai Imre úgy véli, 56 évvel ezelőtt világtörténelmet írtak a magyarok, és ezt már iskoláskorban meg kell értetni a fiatalokkal. 56 megítélését és 56 társadalmi elfogadtatását az iskolában kell kezdeni. Az iskolában kell kezdeni, a társadalom zavarban van még mindig 56 megítélése dolgában, de egy cinikus mondás jutott eszembe, hogy 1848 rendületlen tisztelete is akkor kezdődött, mikor az utolsó 48-as honvéd is meghalt. Tehát kell némi történelmi távlat ahhoz, hogy zavartalan megítélése legyen ennek az egyébként nagy jelentőségű történelmi eseménynek. Bár előadásában nem beszélt róla, stábunknak azért Posgai Imre elmondta, őt magát is bántja, hogy mostanra ennyire átpolitizálódott a nemzeti ünnep. Az egyetemi tanár úgy véli, ezért egyértelműen a baloldali ellenzék a felelős, amit Posgai Imre történelmi bűnnek titulált. Az Apácai kar 56-os ünnepségén egyébként teltház fogadta a neves előadót, az események pedig pénteken folytatódnak az intézményben, ahol az Apácai napok tiszteletére konferenciát rendeznek, melynek egyik előadója Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár lesz.